15 éve már annak, hogy Nagykállóban nem működik művelődési ház. A város korábbi intézményét 2007 óta már nem lehetett biztonságosan használni, néhány éve pedig le is bontották a kihasználatlan épületet. Nem kell azonban már sokáig várnia a nagykállóiaknak az új művelődési házra. Hétfőn délelőtt sajtótájékoztatón jelentették be, hogy 1 milliárd forintos Európai Uniós forrásból megépül a Kálai kettős rendezvényközpont. Az új épület nagyobb lesz elődjénél, és több funkciót is képes lesz ellátni. Nagyobb lesz a színházterem, nagyobb létszámú vendég fog majd beférni ültetve, illetve nyilván azért ebben már a 21. századi klíma, szellőztetés, mosdóhelyiségek és az egyéb kiszolgáló helyiségek megtalálhatóak lesznek, illetve, ami nagyon fontos, hogy egy olyan próbaterem, táncterem és kis rendezvényterem valósul majd meg, ami alkalmas lesz arra a háttér helyiségekkel, raktár és egyéb öltöző, hogy tánc együtteseink, akár a kicsik, akár a nagyok, ezt próbateremként használhassák már. A sajtótájékoztatón Simon Miklós országgyűlési képviselő azt mondta, a választókerület települései most újabb 6 milliárd forintot kaptak a Top Plus programban. Ezekből a forrásokból óvodák, bölcsődék épülhetnek és újulhatnak meg, számos épület korszerűsödhet energetikailag, Nagykállóban pedig a művelődési ház megépítésével egy régi adósságát tudja pótolni az önkormányzat a lakosság felé. Ez a 6 milliárd forint, ez a legégetőbb problémákat fogja megoldani. Jelesül, itt Nagykállóban egy 15 éves problémát tudunk vele orvosolni. 2007 táján be kellett zárni a művelődési házat állagromlás miatt, és 2022-t írunk. 15 év elteltével jutottunk el odáig, hogy egy új művelődési ház építésére kapott a város 1 milliárd forintot az Európai Uniótól, a Fidesz-KDNP kormány jóvoltából. Az új művelődési házat megújuló energiával fűtik majd, így a fenntartása is költséghatékony lesz. A kivitelezés hamarosan elkezdődik, a tervek szerint legkésőbb 2 év múlva pedig el is készül az új rendezvényközpont.